Hát szeretettel, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ugye szeptember 5-én ez a 13 órás Prog1 labor. Itt fogunk találkozni minden alkalommal 13 órakor, és 13-5 perckor már meg is írtuk az első ZH-kat. Házi feladat lapra kell írni arra néhány egyszerű kérdésre a választ, amiket én a ZH kérdéseként lediktálok. Mi az, hogy házi feladat? A program, mint majd látni fogjuk, két részből áll. Elsősorban egy felülettervből, tehát hogy hogyan helyezkedjenek el különböző gombok a számítógép képernyőjén, és a mögötte levő kódból. És ezt kell képernyőfotókkal dokumentálni, tehát hogy néz ki az ön programja, és milyen kóddal van megírva az a program. És ha ilyen papírt nem hoz, akkor nincs mire írni az EH-t. Tehát arra vigyázzanak, hogy nagyon egyszerű, pici kis dolgokkal egy ilyen kellemes kis labort, hogy hétfőn 13 óra, egy csütörtök délután 16 órai pótlaborra lehet átváltani. Akkor ezt írják föl, ezt az időpontot, hogy a pótlabor a csütörtök délután 16 óra, és ugyanebben az időpontban lesz a gyengébb kezdőknek a felzárkóztató tanfolyam a harmadik héttől kezdve, tehát aki majd az EH-ban látszani fog, majd a házi feladatokban látszani fog, hogy nem tudja fölvenni a ritmust, mert nagyon-nagyon nem ebbe az irányba tájékozódott korábban, tehát nem megy mondjuk a programozás, azoknak lesz egy ilyen játékos, bevezető programozás, mint ahogy elmondtam, ahelyett, hogy elbukna az ember 7 kreditet, ahelyett nyer 2-t, mert azért is jár kredit, hogy azt valaki elvégzi, csak akkor utána még egyszer, hogy ezt a tárgyat igazából föl kell venni és el kell végezni. Mi volt a dolgozatban a két kérdés, amire azért jó lenne tudni a választ? Hát a 0,3-nek a reciproka, 0,3 reciproka az 1 per 0,3, esetleg úgy is föl lehet fogni, hogy ez 10 osztva 3-mal, 10 harmad, az 3,33, esetleg egy pontot is lehet tenni, egészen szépen meg lehet oldani. Én azt várnám, hogy ez azért mindenkinek szokott sikerülni. A másik, az elválasztás már nem annyira egyszerű. Ön mondott egy tippet, hogy hogyan választaná el. Jó hangosan mondja, hogy a kamera engem vesz. Hát mit csináljak, elválasztója le, hova tegyem? Hát föl kell venni egy olyan lehetőséget szerintem, hogyha mondjuk magánhangzóban, vagy ha más hangzóban, akkor azután milyen lehetőségek lehetnek, tehát ha azt követő magánhangzó, akkor egyből válaszolnak, illetve ha azt követ egy más hangzó, akkor még milyen lehetőségek vannak. Kicsit homályos, és egyébként rossz szabályt mondott, de tényleg magánhangzók és más hangzók kapcsolatos. Ki az, aki tudja jobban a szabályt? Hát akkor elmondom, és mondom, hogy a harmadik hétig ez a szabály nem megy át, mert ott már számítógépes nyelven is meg kell tudnunk fogalmazni, hogy menjünk végig a szón, és vizsgáljuk meg az egyes betűket, hogy másra hangzó vagy magánhangzó. Menjünk el a második magánhangzóig, tehát a labdában ez az első magánhangzó, és ez a második magánhangzó, a teában az E az első magánhangzó, és az A a második magánhangzó, és a második magánhangzó elé kell tenni a kötőjelet, például itt van a teában, kivéve, most jön a mellékszabály, hogyha ott másra hangzó van, tehát ha a második magánhangzó előtt másra hangzó van, akkor az elé kell tenni, Jean Lure, tehát hogy nem az ő elé tesszük, hanem még egyel előbbre. Ilyen egyszerűségekből áll egy programozás, hogy elmagyarázni a gépnek, hogy mi az, hogy másra hangzó, mi az, hogy magánhangzó, melyik az első, melyik a második, és utána hogyan kell visszafele léptetni. Nagyon jó, hogy oda nyúlt, mert nem felejtettem volna osztani. Akkor jövő héten ezt a szabályt még alaposabban megfogalmazzuk, még inkább a gép nyelvére hasonló módon. És például mondjuk ne csodálkozzanak, hogy ha egy ilyen szóval akadnak össze, hogy is-is, vagy ide-oda, akkor a gép ezzel a szabállyal be fog tenni még egy kötőjelet, ami persze rossz. Tehát akkor ezzel is el kell foglalkozni, hogy mi van, hogyha egy szóban már eleve van kötőjel, mert összetett vagy ilyen gyakorító részekből áll. No, akkor mondom cégünk ajándékát. Ez a VB6 telepítője.
És azon kívül rajta ez a telepítő az egy CD, ez viszont egy DVD. Tehát amennyi a különbség a CD és a DVD között, ezt tudja valaki fejből, hogy az hány giga? Az 4 giga majdnem. Az majdnem 4 giga. Na az a 4 giga meg föl van töltve hasznos anyagokkal, ami szintén nem oktatás, nem a tananyag, de oktatási segédanyag. Tehát beszkennelt könyvek, régebbi ZH, tehát érdemes megnézni, az összes régi ZH ott van rajta. Mondjuk mintafeladatok megoldva, tehát ezen azért sok olyat fognak találni, amivel előbbre juthatnak a tanulásban, ha pedig nem, akkor az interneten beírják, hogy hol akadtak el, Visual Basic 6-ban programozok, és mit kell akkor csinálnom. Ebből kettőt kiadnék, az egyiket olyan személynek, aki azt vállalja, hogy még ma visszahozza, mert föl tudja másolni. Itt van a laptopja valakinek? Nincs? Nincs? Jó. Akkor viszont mondanám azt a szabályt is, hogy általában egy laptopot, de csak egyet hozzanak az előadásra, illetőleg a gyakorlatra, és az előadást nem én tartom, de egy laptop az néha jót tesz a tanárnak, segít, hogy megnézzük, hogy amit én látok, azt önök ugyanúgy látják-e, de többet ne hozzanak. Tehát általában az órákra járni kötelező, laptopot hozni tilos, egy laptopot azt lehet hozni, most milyen jó lett volna, hogy valaki már fölmásolta volna, hát most akkor odaadom egy hölgynek, meg egy fiatalembernek. A hölgy lesz ön, és mint látható, van rajta egy vándorlási lista, tehát azt ki kell tölteni, hogy önnél meddig tartózkodott ez a DVD, és kinek adta tovább, és vissza kell kapnom, az egyiket csütörtökön vissza kell kapnom, a másik ráért később is. Kinek adhatom a későbbit. De akkor nem elnyeljük, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem foglalkozunk vele, hanem naponta menjen tovább, és jusson el mindenkihez. Oké? Okay? Mit kell vele csinálni? Telepíteni kell a VB6-ot. Valahol alul találnak egy setup exe-t, azt elindítják. Általában a harmadik újraindításra fog települni, tehát először egy virtual machine-t fog telepíteni, utána a VB6-ot. Le lehet tiltani a Visual C-t, le lehet tiltani a egyéb tartozékokat. Tehát a Visual Basic az van mindenféleképpen fontos. És utána még egyszer újra akarja indítani, hogy a help fájlokat is föltelepítse, de az megint sajta. Ugyanis angolul van, és azon tapasztalat, hogy annyira nem tudják az angolt, hogy a sokat segítsen. Itt a gépeken megvan a help file, F1-jel lehet elérni. Tehát lenyomja az F1-et, akkor ahhoz a szövegszituációhoz, ahol éppen tartózkodik, kap egy segítséget, hát angolul. Ehhez képest magyarul kiváló anyagok vannak az interneten, vagy például ezen a lemezen is. Hol? Ha megnézik a lemeznek a tartalmát, egy Nyeme VB nevű alkönyvtárat is fognak találni, és abban, hát most nem ugyanaz van az én gépemen, de mondjuk ilyeneket például fognak látni, hogy 04 prog 1 előadás, 04 prog 1 labor. Hát az a tavalyi anyagok, ugye? Tehát az idei az még nincs ott. Vagy fognak látni olyanokat, hogy VB videó. És akkor a VB videóban különböző kis előadások vannak, ezeket többnyire én tartom, tehát aki már nagyon unja a fejemet, ne csodálkozzon. Tehát nem látszom azokon az előadásokon, csak a képernyőn meg a hangon hallatszik. Hát most valamelyikben belekattintunk, és akkor látni fogják, hogy... És legalább meghallgatjuk, hogy elég hangos-e alatt. Nem elég hangos. Mielőtt akcióban endülnénk, azért érdemes körülnézni, hogy nem üzentek ezzel kapcsolatban valamit a okosok. Ez a VB. És találunk egy olyat, hogy a 9. pont a Visual Basic gyíkban, a gyakran ismételt kérdésekben, hogy hogyan kell Visual Basic 6-ot telepíteni. Ugye ez azért is fontos, mert enélkül ugye az ember nem tud házi feladatot írni, ha viszont nincs házi feladat, akkor nincs jegy, ha nincs jegy, akkor nincs fél év. Tehát ezen keresztül kell szenvedni magunkat valahogy. Egyetlen telepítőlemez van, de az most nem CD, hanem DVD változatban van. És azt mondja, hogy tegyük be a telepítőlemezt, akkor én azt most beteszem. És ha nem indul el azonnal, akkor a setup exe-t meg kell rajta keresni. Ez fontos, hogy csupa egyes a jelz. Nagyon szokott azonnal elindulni. Tehát, hogyha most eljutottunk odáig, hogy
mindenre igent mondunk, és a jelszót megjegyezzük, hogy csupa egyet. Ha mindenre igent mond, akkor ezt azért nem lehet eltéveszteni. Most én nem fogom telepíteni ezen a gépen, mert itt már telepítve van, de azt megmutatom, hogy a tényleghajtó van. Egy olyan lemez van, ami látszólag telepítő. Jó. Tehát a legvégén majd hiányolni fogja a helpfájlokat, de azon ne csodálkozzon, a harmadszor el fog indulni, Windows 7-en is lehet telepíteni, XP-n is lehet telepíteni. Miért nem egy új Visual Basic-et telepítünk? Hát azért nem, mert megnéztem a 2010-eset, és egy közönséges program, ami annyit tudott, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elszámolt 7-ig, azt 30 fájlban és 10 alkönyvtárban tárolta le. Hát azért az túlzás. Tehát önöknek az szerintem önmagában egy dzsungel katasztrófa lenne, hogy most ezzel a sok fájlal mit csinálja. Ez a Visual Basic 6-os, ez háromféle fájlt fog önöknek potyintani, mégpedig valami.pont VBP-t, valami.pont FRM-et és valami.pont VBV-t. Ennek a háromnak egy közös alkönyvtárban kell lennie, és ugyanarra a névre kell hallgatni. Tehát ha figyeljenek, hogy csak akkor fogadom a házi feladatot, hogy ezt a szabályt betartják, hogy az összes darabja a programnak, a házi feladatnak egy névre hallgat, vagy elmondom, hogy mi van ezekben a fájlokban. Az a lényeg, hogy az alkönyvtár nevében legyen benne az, hogy önt hogy hívják, hogy melyik előadáson vagy laboron készítette ezt a házi feladatot, és esetleg még azon belül meg is számozhatja, tehát például mondjuk egy 01 nevem, hát itt most képzelje a saját nevét, csupa kisbetűvel szóköz nélkül egybeírva három nevű alkönyvtár, és akkor 01 nevem 3.vbp, 01 nevem 3.frm, 01 nevem 3.vbv, ilyenek fognak keletkezni. Ez az, amit nekem nem kell elküldeni. Egyébként a végcél az, hogy még ezen kívül egy ugyanilyen nevű edzét is fogunk készíteni. És aki már hallott arról, hogy mi az, hogy Excel, az kezd érzékelni, hogy tényleg egy programot írtunk. Tehát egy Excel file, amit ha elindítunk, akkor lefut, és mutatja azt a képernyőt, azokat a gombokat, végrehajtja azokat a parancsokat, amiket mi megtanítottunk neki. Ez a végcél. Na most nekem exit semmiféleképpen ne küldjenek. Ezeket esetleg elküldhetik, például az a szabály, hogyha vasárnap délelőtt 11-ig megérkezik hozzám egy kérdés, akkor olyan szívesen válaszol. Utána már nem. Tehát ha hétfői laborra valaki vasárnap éjszaka kezd el készülni, az már késő. De ha szombaton megcsinálja, és vasárnap reggel én megkapom, hogy önnek problémája van, belenézek a kódjaiba, megnézem, hogy mit csinált. Na most akkor egy ciket csinálok. Hogy néz ki a program, és meddig fogunk eljutni az idén? Hát... mondjuk ez a földgömb program egy 2 évvel ezelőtti Visual Basic-et tanító első csoportnak volt a közös nagyházi feladata. Tehát lesz ilyen, hogy nagyházi feladat, és ez azt jelenti, hogy Mikulásra kell készen lenni, karácsony az már késő, Mikulásra készen kell vele lenni. Nézzük meg, hogy működik-e. Tessék nézni, hogy megjelennek itt gombok, és egy-egy gombot, mondjuk ezt a gombot Barát Zsófi megprogramozta. Olyan szintig megyünk be a programozásra, lényegében osztás-szorzásra visszavezetjük. Tehát például ennek a gumnak a lényege, hogy a fokperc másodpercet átalakítja tizedes fokra. Nézzük meg, hogy tényleg csinálja-e. Mondjuk a 32 perc helyett beírom, hogy 12 perc, 15 másodperc, és megnézzük, hogy átváltást tudja-e. Tényleg átváltotta, hogy ez a 47 fok 20.417 századet foknak felel meg, és egyébként nézzük meg, hogy ezt a kis piszka fát, ezt odébb is vitte. Na most itt el lehet képzelni, hogy itt a számítógépet véges utasítások sorozatával, osztással, szorzással, összeadással arra kényszerítettük, hogy számoljon ki nekünk valamit, ami egyébként a zsebszámológépen is ki tudtuk volna számolni, de egy mennyivel kényelmesebb. Egy kicsivel bonyolultabb, mondjuk, hogy van egy ilyen gomb, hogy közeli helyek, Nesmin, azaz NN, az nem a Némon kapitány, hanem Nesmin Nikolett programozta meg ezt a gombot. Ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor megmondja, hogy 6 ház,
Völgysor, Puszta Szent Király, Kiskunlacháza van ennek a pöcöknek a közelében. Például Kiskunlacháza 7775 lakosú kisváros, 2340 az irányító szám, és 19,6 aranykoronás kiváló minőségű földje van. Most ezt nyilván meg kell programozni, hogy ez a nyíl, ez ahova tesszük, mindig ugráljon és mondja, hogy mit kell arról a településről tudni. Vagy mondjuk közeli helyek a világon, itt azért kapaszkodjanak meg. A Power Gábor az egy jó programozó volt akkor, tehát mondjuk osztály első vagy második volt. Egy olyan adatbázis felépített, ami picivel jobb, mint a Google Earth. Majd nézzék meg, hát mondjanak egy helyet a világon, nem tudom miért, hogy ki járt valahol nagyon messzire. Ki járt valaki Afrikában. Hát itt beírjuk, hogy Gize, vagy Giza, nem tudom, hogy mi a helyes írása. Azt mondja Gize. Tényleg van egy ilyen, Egyiptomban egy ilyen nevű település, illetőleg megye is, nekünk a település kell. Hoppá! Megmondja a koordinátáit. Hoppá, mik vannak a közelében? Tudták, hogy Al-Urman és Yami al-Kahira, az is ott van a közelben, mintegy 2,1 kilométerre a gizei piramisoktól. És akkor még tessék megkapaszkodni, hogy természetesen Visual Basic az internetet is látja, megnyomjuk ezt a gombot, és ezzel ezt a két számot, ami egy nagyon hasznos adat, átadja a Google Earth-re, hogy na ugorj. És a Google Earth ugorj. Nézzék meg, rázumol Egyiptomra, Kairóra, és hát itt vannak az olajfinomítók, vagy nem tudom én micsodák. Itt a Nílus, ugye? Hát most nem akarom megkeresni a piramisokat, de itt van való a város határában az is. Most nyilván a városra közelítettünk. Ez az adatbázis nagyon sok mindent tud, tehát a piramisokat egyesével is tartalmazza. Külön a Khufu fáraó piramisát, meg külön a Echnaton fáraót. Szóval mindegyik. Na nézzünk egy másik programot. Bátran elvettem ezeket az információkat, mert úgyis a milyen tudja. Tehát, hogy ez itten nagyjából mindent tud. Tehát még egyszer ez lesz a feladatunk, hogy egy-egy gomb mögé írni egy olyan programot, hogy végrehajtja azokat a kívánságainkat, hogy most ennek a megnyomására mondjuk EOV koordinátákat GPS-székkel alakítani, vagy mondjuk a keleti vagy a nyugati hosszúság közül, tehát a Greenwich-től keletre vagy Greenwich-től nyugatra így lehessen váltani. Ez azért elegáns, nem? Hát ez a program. És ezt megírták. Na nézzünk egy másikat. Mondjuk olimpiák. Az olimpiák program szintén egy Excel. Ezt nem a év végén írták a diákok, hanem a harmadik órán. Ha valaki a harmadik órán nem jut el ide, akkor azt megy a óvodás csoportba, hogy ide kattintunk, hogy London, és kiírja, hogy 1944-ben Londonban elmaradt az olimpia, ugye? Vagy Helsinki, hát gondolom ott meg 1940-ben maradt el, ugye? Vagy Los Angeles, abban két olimpia is volt, az első az 1932-ben, és a második az pedig 1984-ben. Hát annyira friss az adatbázis, hogy még Peking is benne van. Ugye ott volt 2008-ban az olimpia, azóta még nem tartottak újabban. Nem egy nagy program, ugye? Nincs is rajta gomb. Ezt tudni kell, hogy nem csak a gomb lenyomása lehet egy esemény. Tehát nem csak az, hogy lenyomok egy szürke gombot és csináld. Hanem például, ha ezt a kék vonalkát itt ebben a listboxban, ezt úgy hívják, hogy listbox, mozgatjuk, akkor rögtön automatikusan írja, hogy Amsterdam 1928, Párizs 1924, Antwerpen 1920, és a legelső olimpiai Athénban volt 1896-ban, a millenáris évében, az athéni olimpián, Majos Alfréd meg is nyerte a öböl átúszást. No, akkor viszont most én fogok önökkel programozni.
Szerintem fejbe is lehet csinálni, de hát valakinek nagyon nehezére esik, akkor papíron is csinálhatja. Kameraban föl van egy, nem tudom, mert elejti akkor nekem itt a kamerát. Tehát tessék, most akkor tegeződünk, jó? Ennek a feladatnak. Kedvő, gondolj egy számot. Ugye? Közben én itt leírogatom, hogy mit kértem önöktől, mindenki gondolt egy számot. Ez nem g-faktoriális, ez csak annak a szimbóluma, hogy én azt kértem, hogy gondoljatok egy számot. Szorozd meg hárommal. Adj hozzá egyet. Ez úgy, mint a matematika órán, hogy tessék hozzáadni egyet. Szorozd meg az eredmény hárommal. És add hozzá a gondolt számot is még pluszba. Lehetett követni? Ha nem lehetett követni, akkor nem baj, mert itt le van írva, hogy mi volt a műveleti sorrend, ugye? Véges lépésekben végrehajtottunk valamit, és eljutunk egy eredményhez. Mennyi az eredmény? 6-osra gondolt, igen. 3-osra gondolt. Tényleg? 7-esre gondolt. Hogy sem ezt ilyen baromi gyorsan? 3. Mennyi? Az jó. 4-esre tetszett gondolni. Hát igen. Mert hogyha ezt most matematikailag végigvisszük, akkor ez itt 3x, ez 3x plusz 1, ez 9x plusz 3, és ez pedig 10x plusz 3 lesz, mert hozzáadjuk még magát a gondolt számot is, ami az előtti x. Most 10x plusz 3, az mindig úgy néz ki, hogy a 10x meg a 3, az külön leválasztható. Ki az, aki nagyobb számra gondolt, ilyen 17 vagy 28, nem? Péter? Én 5-ösre gondolom, 53-nak kell kijönnie. De van, aki végig agyalja az egészet, és kijön neki 1113, és akkor 111-re gondolt. Ugye? Tehát 3-as leválasztjuk, megkapjuk. Na most, ez egy jó kis matematikai játék, de jó példája annak, hogyha mondunk utasításokat a gépnek, akkor ő végrehajtja. Most önök GPS-en végrehajtották az utasításokat, és végül kijön a végeredmény, aminek egyébként 3-asra kell végződni, ami egy ilyen ellenőrző összegnek is fölfogható. Most megpróbálom ezt leírni, de ahhoz itt föl kell szabadítanom helyet, akkor még gyorsan ezt is elmondom. Ez az én e-mail címem, dikukac.hu. Gondolom már leírták, mert az óra elején kértem, hogy jegyzeteljenek. Ez az oldal az egyetemnek az oktatási honlapjára, illetve a karunknak az oktatási honlapjára vezet. http://inf.nyeme.hu, NYME, ezt még sokszor le fogják írni életükben. És azon belül az oktatásnál, a fél éveknél, a togeinél fognak találni hasznos anyagokat. Például a gyerek tanár ide tölti fel az előadásokat. De most egyelőre a fél évekből az előző fél évet válasszák, hogy az előző szeptemberi fél évet, tehát a 2010-es szeptember, mert ott már biztos van valami. Az idén pedig majd valamikor szeptember közepén elkezdenek ott megjelenni a különböző oktatási anyagok. Na most ezen a helyen pedig azokat a videókat lehet látni, amiket én közbebocsátottam. Például ez a videó most készül itt a Gyuri segítségével, ez is oda lesz föltéve, hát remélem, hogy jól sikerül. http://fefeinf.nyeme.hu per vb videó. De itt van egy jelszó, az a jelszó, hogy fefe. Ez a fenntartható fejlődésnek a rövidítése, mert én azt is tanítom, tehát hogyha majd egyszer oda jutnak, akkor hozzám járhatnak fenntartható fejlődésre. A fenntartható fejlődés honlapnak a része ez a VB videó. Ott a fenntartható fejlődés is csupa film, csupa mozgás, meg látvány, meg érdekesség. Ha ide elmennek ebbe a VB videóra, akkor fognak látni mondjuk különböző videókat. Az előtt ugye mutattam ezt a VB6 telepít.flv-t, de jövő órán már fogunk tanulni ciklusokról, ciklusváltozókról, van egy CB.flv. Mi az, hogy FLV? Flash videó. Hát internetes flash videó. Az azt jelenti, hogy rákattint, és akkor ott fogok beszélni, meg mutogatni. VB1, amit kiosztottunk
az a tapasztalat, hogyha nem nyomtatom ki, akkor nem olvassák el. Így most van esélyük. Total Commander tudni RTF. Tegye fel a kezét az, aki nem nagyon használt még se Windows Commander-t, se Total Commander-t. Tehát mindenki nagyjából tudja, miről használ. Vallják be! Jó? Mert akkor nem sokat beszélek róla, a mai órán még azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell mondjuk tömöríteni az alkönyvtárt. Egészen egy cikkbe, egy 0-1 neven 3 pont cikkbe fogjuk összetömöríteni, és ez az a cikk, amit az óra végén be kell nekem küldeni. No, akkor most az a pillanat, hogy tessék bekapcsolni a számítógépeket. Közben én beszélek, tehát ne csináljanak semmi más, csak figyeljenek. Létrehozunk egy Z meghajtót, mert már annyi van nekünk, hogy most már Z betű fog következni. Egy Z meghajtót, és az egy olyan közös lesz, tehát nekem bármit oda tudnak küldeni. Például a mai órának a eredményét oda majd le kell rakni. És aki nem rakja le, az óra teljesítése szempontjából az érdekes, hogy ott én mit találok. Ha ott nincsen az ön neve alatt semmi, akkor az ön csak üldögélt itt az órán, vagy nem készítette el a feladatát. Van-e valakinek esetleg kérdése? Ezen a videós honlapon is van rengeteg cipp, azt nézzék meg, abban összetömörítve olvasmányos anyagok vannak, amik szintén tanulásra szoknak majd kelleni. Nyilván az elején az egyesekkel, kettesekkel kezdjék, aztán utána majd a tizedik előadás környékén, amikor már rendezésről tanulunk, meg maximum-minimum kiválasztásról, meg ehhez hasonlókról, akkor már fogják tudni, hogy ez hogyan működik. No, de hát mindenki bekapcsolja a számítógépet. Hallgatóként belépje, szó nincs. Meg tetszett tenni? Igen. Ott a Commander tessék elindítani, ez fog kérni egy 1-es, 2-es, 3-as, tehát még mindig nem az osztályzat, de hasonlít. És fognak egy olyasmit találni, hogy net, vagy hálózat, vagy van ilyesmi fönt. És egy új hálózati kapcsolat létrehozása. Ha nincsen önöknek ilyen létrehozva, vagy anubis.nyeme.hu per public, akkor hozzák létre. És ott egy fájlt fognak találni, amit én oda tettem. És mindenfélét oda tehetnek önök, meg elvehetnek onnan. Tehát ez lesz a mi közös asztalunk, közös felületünk. Ne felejtsék el, hogy amikor beírják az Z2-ös pont alá, akkor /, anubis.nyeme.hu, /public. Ezt kell megírni. Megy mindenki, nem? Én rávettem. Igen? Tehát Total Commander vagy Windows Commander sikerült elindítani? Igen. Jó. És ott a felső sorban nekem magyarul azon ír, hogy hálózat, önnek meg valószínűleg azon ír, hogy net. Igen. És ott új, az első rubrika, hogy új hálózati kapcsolat létrehozása, van a rákattint. Nem kell hozzá semmi jelszó, ezt teljesen szabadon lehet használni, ne tegyék tönkre, sok hülyeséget nem áll olyan, aki ide vagy. Z2-ös pont, megjelent a Z. Igen. És akkor /, anubis.nyeme.hu per public. És ezt beírja, akkor ott meg fog jelenni egy meghajtón, de aztán most egy fájl van, azt én tettem oda. Hogy kipróbálja, hogy működik a rendszer. Ezen az énekhajtón sose dolgozzanak. Följeljesszük, az énekhajtón nem dolgozunk. C meghajtón sem dolgozhatnak, mert azt tiltja a rendszer. A D meghajtón hozhatnak létre maguknak olyan alkönyvtárakat, amelybe belepotyingatja a Visual Basic ezeket a fájlokat, és ha ez megvan, akkor összecsomagolja, beküldi nekem, azt fogom osztályozni. Eddig nem. Az ilyen csomagolásra, fájlok mozgatására javaslom, hogy ne az intézőt használják. Total Commander le van írva a gigben, F5-tel lehet másolni, Alt F5-tel összecsomagolni. Tehát